6. alkalommal adományozta oda a példaképdíjat a Femina Fortis Erős Nők Polgári Társulás. Az elismerést az olyan értékeket megjelenítő nők kaphatják meg, akikre önfeláldozó munkájuk kapcsán felnézhet a felvidéki magyarság. A döntés értelmében idén Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere érdemelte ki az elismerést. Agócs Attila, Fülek polgármestere ünnepi beszédében kiemelte, hogy fontos a női szemléletmód, a részletekben való elmélyedés, amely a nők erőssége. Ez a női principium, ez egy érték, ez egy hozzáadott érték, és hogy együtt tényleg többet érünk. Az előző évekhez hasonlóan idén is egy tucatnyi jelölés érkezett. Az idei évben egy polgármesterre, volt pedagógusra esett a kuratórium választása. Hogyha mi ilyen példákat tudunk fölhozni, az a többi nőnek is erőt ad ahhoz, hogy az álmaikat, a vágyaikat megvalósítsák, mert álmak és vágyak nélkül nem tudunk élni, tehát az hajt minket előre. És hogyha ilyen példáink vannak, akkor hiszem, hogy a felvidéki magyarságnak is szebb jövője lesz itt a szülőföldjén. Szögedi Anna közéleti pályája rendkívül aktív, eredményekben gazdag. Iskolaigazgatóként Szlovákia egyik legnagyobb magyar tanítási nyelvű alapiskolájában ért el sikereket. Járási, illetve megyei előjáróként, valamint megyei képviselőként is nagy érdemeket szerzett a tornajai tanintézmények és a városi beruházások fejlesztések terén. Polgármesterként 3. ciklusban szolgálja a város lakosságát. Ahogy korosodik az ember, ugye jönnek a sikerek, és hát az a jó, ha ez egy elismeréssel fejeződik be, és ez most már így lett, nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és talán úgy a nőktől kapni elismerést, az még egy kicsit nagyobb kitüntetés számomra, úgyhogy jól érzem ma magam. A Femina Fortis Erős Nők Polgári Társulás 2015-ben alakult azzal a céllal, hogy a politikai, gazdasági és egyéb társadalmi kérdésekben határozottan állást foglaljanak, és hogy növekedjen a női vezetők száma. Fontosnak tartják, hogy a pozitív életpéldák mindenki számára ismertek legyenek. Ennek jegyében választják meg minden évben a felvidéki női példaképet.